Többen is felszólaltak azon a tüntetésen, amelyet a magas feszültségű távvezeték nyomvonalának megváltoztatása miatt szerveztek. Az eseményről is mutatunk tudósítást a híradóban, előtte azonban ízelítő a többi témánkból. Megyei döntő, idén is a Várkonyi iskola adott otthont a Bolyai Matematika csapatversenynek. Kevesebb hozam, nem lesz annyi kukorica, mint tavaly napraforgóból, viszont rekordmennyiségre számítanak. És fogathajtó verseny, kettes és négyes fogatok álltak rajthoz a hétvégén Jászkara Jenő. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a Városi Televízió hétfői híradójában. Jöjjenek a hétvége hírei! Az érintett ingatlan és földtulajdonosok mellett pártok képviselői is jelen voltak azon a tüntetésen, amelyet a magas feszültségű elektromos távvezeték nyomvonalának megváltoztatása miatt szerveztek. A tiltakozók szerint a villamosenergia beruházás több ugyeri család életét is ellehetetleníti. Néhány hete látott napvilágot, hogy Cegléden és Csemőben és Nyársapáton is érint tanyákat az a 400 kilovoltos távvezeték, amit Albertissa és Kecskemét között építenének. Elsősorban mindenkinek az egészségét félthetjük ettől, hiszen ennek az egészségkárosító hatása orvosilag bizonyított. Másodszorban, és erről is fontos szót ejteni, az ingatlanok elértéktelenedhetnek, hiszen valljuk meg őszintén, mi magunk sem szeretnénk egy 400 kV-os vezeték közelébe költözni, és ez az értékcsökkenés, ez mindenkinek a pénztárcáján is természetesen érezhető. Az ott élők ezt nehezményezik, hiszen egy ilyen magas feszültségű távvezeték nem csak esztétikailag, hanem egészségügyileg is romboló hatással bír. Ezen a vonalon több ilyen tanyán újrakezdő és kiköltözött család él. Több család gazdálkodik, lovakat tart, kertészkedik, és több sok gyermekes családot is érint. Lehetne feltenni mindenki demagóg kérdéseket, hogy ki szeretné, hogy a gyermeke leukémiás legyen. A távvezeték nyomvonalának megváltoztatása miatt tüntetést szerveztek a Szabadság térre, ahol egyes pártok képviselői és az érintett civilek egy része is részt vett. Itt az lesz, hogy akkor el kell költöznünk, mert itt élhetetlen lesz ez az ügyeri lét, amit akarunk, meg amit én szeretnék csinálni, mert azért terveim vannak, ami hogy édesapám ugye meghalt, szeretném ezt folytatni tovább, ugye ő is biztos ezt szeretné. Hát ha ez megépül, megvalósul, akkor sajnos élhetetlen lesz itt a helyzetünk. Az építtető Mavir az érintett lakossággal szerdán egyeztetést tart, ahol szintén kifejthetik a tanyákon élők, hogy elfogadhatatlannak tartják a távvezeték jelenlegi nyomvonalát. A tüntetésről hosszabban a híradót követő háttérmagazinunkban láthatnak, az összefoglalóban természetesen az esemény valamennyi felszólalóját hallhatják. Idén 10 iskola, 112 csapata, összesen mintegy 450 diák indult a Bolyai Matematika verseny megyei döntőjén. Már hosszú évek óta a Várkonyi iskola ad otthont a rangos megmérettetésnek. A házigazda intézményből idén 22 csapat versenyzett, a gyerekek mellett néhány éve tanárokból álló csapatok is indulhatnak. A Bolyai Matematika verseny a tantárgy legnépszerűbb hazai megmérettetése. Néhány éve a határon túlról is fogadnak nevezést, így 2011-ben már 30 ezer versenyzőt regisztráltak. A Várkonyi István Általános Iskola 2007-ben csatlakozott a megmérettetéshez, azóta a Pest megyei forduló helyszínét is az intézmény biztosítja. Idén 10 iskola 112 csapatát fogadták, mintegy 450 diák mutatta meg, milyen ügyesen forgatja az eszét. A versenyzőknek 60 perc alatt 14 feladatot kellett megoldaniuk. A versenyen a harmadiktól a nyolcadik évfolyamig nevezhettek a négy fős csapatok, két éve tanárokból álló csapatok is versenyezhetnek. A tanítók az ötödik évfolyam feladatait, a felső tagozaton tanító pedagógusok pedig a hetedik évfolyam feladatait oldották meg. A megyei forduló első helyezettje jut be a novemberi országos döntőbe, illetve megyénként a legjobb 6 csapatot díjazzák. Kötetlen szórakoztató nap keretében mutatta be a Toldi Miklós szakközépiskola az általuk tanított szakmákat. A nyolcadikosok mellett az intézmény jelenlegi diákjait és szüleiket is várták a játékos forgatagra. A sport és kézműves foglalkozások mellett volt főzőverseny, kutyás bemutató és sütivásár is. A jó hangulatú programon részt vettek a szakmai gyakorlatokat biztosító cégek képviselői is.
Sok látnivaló, rengeteg izgalmas program és finom falatok. Röviden így lehetne jellemezni a nagykörösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola forgatag elnevezésű rendezvényét. A kötetlen délutánra a diákokat és szüleiket egyaránt várták. Szeretnénk elérni, hogy azoknak a gyerekeknek a szülei, akik hozzánk járnak, egy kicsit többet tudjanak meg rólunk, mert a szülői értekezletek erre nem egészen tökéletes alkalmak és lehetőségek, és nagyon sok olyan szülő van, aki akár a saját képességeit is ki tudja itt bontakoztatni, tehát őket hívtuk meg, hogy mutassanak meg egy kicsit magukból valamit, illetve szeretnénk, hogyha a többiek pedig meglátogatnának minket, és egy kicsit betekintést kapnának abba, hogy milyen képzéseket folytatunk, és mivel foglalkozunk itt egyáltalán. A forgatagra a végzős általános iskolásokat és azok szüleit is invitálták, hiszen nagyon jó lehetőség volt ez arra, hogy ismerkedhessenek az iskola képzéseivel. Mindezt persze játékos, kötetlen formában. A jó hangulatú forgatagban még a legkisebbek is részt vettek. Sok lehetőséget biztosítunk a kézműves foglalkozásokra is, tehát kipróbálhatják a szakma egyes részterületeit, mondjuk a mézes kalács díszítést például, vagy kertészeknél a különféle nyersanyagokkal való munkát. Itt láthatnak például aszalgyümölcsöket, aszalgyümölcsökből készült különféle tárgyakat is. Boszorkánykonyhával is várták az érdeklődőket, ahol azt lehetett megnézni, mit jelent a gyakorlatban az analitikus technikus, valamint az élelmiszeripari gépésztechnikus képzés. A cukrásztanulók sütivásárral készültek, de lehetett kürtös kalácsot és kemencében sült ételeket is kóstolni. Emellett sportprogramok, kutyás bemutató és idegen nyelvi elfoglaltság is volt. Országosan hiány van pékből, húsipari termékgyártóból és élelmiszeripari technikusból is. Ezeket a képzéseket szeretnék leginkább vonzóvá tenni a fiatalok számára. Az egész délutánon át tartó programon a szakmai gyakorlatokat biztosító cégek is bemutatkoztak. A kukorica várható mennyisége nem éri el a 2016-os rekordszintet, ezt tapasztalják a termelők. Azt mondják, sokkal kevesebb lesz belőle idén, mint tavaly. A napraforgó és a cukorrépa hozama viszont megközelíti a tavalyi eredményt. Az egyik közeli terményfeldolgozó cég esetében például rekordmennyiség érkezett be napraforgóból. Szeptemberben elég csapadék volt, a repce jól kikelt. Most pedig a napraforgó és kukorica betakarítása zajlott. Ez utóbbiból csúcs termés érkezett ez a törteli céghez. Elértük a 12 000 tonna össztermés napraforgóból. Ez tulajdonképpen még most is látható, hogy jelentős mennyiség már feldolgozásra. De győzzük, dolgozóink nyújtott műszakba, sőt szombat-vasárnapi műszakban is átveszünk az árut, és segítünk a gazdáknak, hogy kellő időben és jó minőségben betakaríthassák a terményeiket. A napraforgó átlagtermés mennyisége valamivel kevesebb, mint az elmúlt években, de a gazdák nagyobb területen vetettek, így nagyobb mennyiség érkezett ide. A kukoricatermésnél már nem mondhatjuk el ugyanezt, mert a tavalyi évhez viszonyítva egy 20-25%-kal kisebb a termés átlag. Sajnos a gazdáknak meg kell elégedni egy 60-80 mázsás hektáronkénti termés átlaggal is, míg ez az elmúlt évben 100-120 mázsa is volt a jó gazdálkodóknál. Itt elsősorban a csapadék eloszlás, a csapadék mennyisége határozta meg, hogy kinek hogy sikerült a termés átlaga. Sárközi Ferenc elmondta véleménye szerint, az elmúlt 25 évben a gazdák megtanultak termelni. Jól értenek a fajták kiválasztásához, remek gazdák vannak. Az ő cégüknek több mint 850-nel van szerződéses kapcsolata, így éves szinten 55-60 ezer tonna árut szállítanak be hozzájuk. Kettes és négyes fogatok versenyeztek a hétvégén Jászkarajenőn, összesen 35 fogat mutatta be díjhajtó programját a 2017-es szabadtéri versenysorozat utolsó megmérettetésén. Ez egyébként a B kategóriás kettes fogatok, valamint a pónisok számára OB döntő is volt egyben. Volt már, hogy áramszünet nehezítette, volt, hogy az időjárás, de töretlen lelkesedéssel és szakértelemmel szervezik meg a fogathajtók versenyét Jászkarajenőn. Teszik ezt már több mint 20 éve, és azóta fejlesztik folyamatosan a pályát is.
soha nem elégedünk meg azzal, ami van. Mindig fejlesztünk, ez vonatkozik magára az akadályokra, azoknak az építésére. Persze itt vannak olyan követelmények is, amikor maga a szabályok már még finomodnak és szigorodnak. Itt hatalmas védelme van a lovaknak, illetve a nézőközönségnek. Versenyzők azok versenyeznek, úgyhogy nekik a reális kockázataik megvannak. Ezért a pályát azt mindig fejleszteni kell, főleg, tehát ahogy mondtam, a biztonsági szempontok a legfontosabbak, de azért is kell fejleszteni, mert meg is ismernék az akadályokat, és hogy ez egy picit változatos legyen és meglepő legyen. Gyakorolni sem gyakorolhatnak a verseny előtt, pontosan azért, hogy még izgalmasabb legyen. Titkos vágy pedig az, mondja a polgármester, hogy akár nemzetközi versenyt is rendezzenek. Ehhez pedig folyamatos fejlesztés kell, bár így is nagy megelégedéssel szólnak mind a szervezésről, mind a pályáról a résztvevők és az ideérkező szakemberek. Nagyon jó kis verseny volt, és a kettes fogatok részére itt tartottuk az idén az országos bajnokság döntőfordulóját, tehát ez egy rangosabb, magasabb szintet is jelent a versenyrendezők és a versenybírók számára is, illetve a versenyzők részére, és tehát csodálatos a pálya, minden évben épül, szépül, új akadályok készültek a versenyre, és folyamatosan úgy gondolom, hogy a magyar fogadhajtósport versenyét fogja szolgálni az elkövetkezendőkben is. De az is fontos, bár ez már leginkább a szervezőknek, hogy sok néző is ellátogasson a versenyre. Ehhez pedig nem túl ideális az októberi időpont, bár most nagy szerencséjük volt. Az viszont nekünk rendezőnek nagyon fontos, hogy a közönség minél több legyen. Hát voltak már rá gondolatok, hogy más időpontban is rendezni. Most is felvetődött pontosan a versenyzők, illetve a Lovasszövetség részéről is, hogy adott esetben még lenne egy másik rendezvényünk is. És ez már nagyon pozitív, mert pont azért, mert nagyon tökéletesnek találják a pályát, és szívesen rendeznének itt máskor is rendezvényt. Azt még nem látni pontosan egyébként, merre megy ez a sport. Az elmúlt időszakban az egynapos versenyek voltak túlsúlyban, melyeknek mind a rendezése, mind pedig a bekerülési költsége a versenyzők számára jóval kisebb. Ezek a háromnapos rendezvények, mint itt Jászkarejenőn is, már egyre ritkábbak. Tehát itt a felkészülés, a három versenyszámra, mindezeknek az anyagi költsége, az már nem kevés. Tehát sajnos mérlegelni kell, hogy a szakma melyik irányba fog elmenni az elkövetkezendőkben, hogy inkább a hobbi és a szabadidő kategória egynapos versenyei, vagy pedig a magasabb szakmai szintet követelő háromnapos versenyek lesznek. A versenyzők között szerencsére egyre több fiatal van, viszont a költségek miatt nehéz érvényesülniük. Ezért is szeretnék, ha kiemelt sportágak közé kerülhetne a fogadhajtás, hiszen látványában, élményében maximálisan oda tartozik, mondja a szakember. Látványban pedig nem volt hiány Jászkarajenőn sem, hiszen még polgármesterek, de Földi László országgyűlési képviselő. Segíthajtó alszik a fogadhajtás. És Kis Miklós Zsolt államtitkár is kocsira ült, hogy megmérettesse magát. Ez utóbbi versenyből egyébként Tiszakécske polgármestere Nagy János került ki győztesként. Elindult a reformáció hete. Adásunkkal egy időben a Pünkösdi Imaházban tartják a hét első programját. A rendhagyó sorozat egy különleges koncerttel indul, ma a Patrick Gében zenél. Holnap már a katolikus templomba várják az érdeklődőket a Sztárai Kórusad koncertet, majd szerdán az Újvárosi Református templomban a Halleluja Kórus hangversenyére invitálják a zenekedvelőket. De a hetet a pedagógus kórus koncertje zárja az evangélikus templomban. Október 22-én a református nagy templomban pedig az istentisztelet után almafát ültetnek a Szabadság téren. A reformáció hetéhez kedd csinálóként a háttérben részletet láthatnak a még évelején Gundel Takács Gáborral készült beszélgetésből. És természetesen, ahogy említettem, a hétvégi tüntetésből is összefoglalót láthatnak majd a mai háttérben. Tartsanak velünk továbbra is. Híradóval legközelebb, holnap este 6-kor számítunk Önökre, viszontlátásra!